Közel egy éve foglalkozunk a hajléktalan kérdéssel, a hajléktalan életmód mindenféle problémájával. Ez alatt, az idő alatt a hajléktalanokkal beszélgettünk, illegális hajléktalan telepekre látogattunk el, volt hajléktalan szállóvezetővel is készítettünk interjút, és számos olyan dologra terült fény, amit nem is gondoltunk volna. Fontos leszögezni, hogy politikusok nem szeretnének, nem akarnak foglalkozni a hajléktalan kérdéssel, ez számukra túl kényes ügy, és hát mondjuk ki őszintén, a hajléktalanság nem képez szavazóbázist, ugyanis nem rendelkeznek állandó lakcímmel. Az állandó lakcím hiánya egyébként további problémára ad fényt, ugyanis állandó lakcím hiánya miatt nem képesek bejelentett munkával, legális munkával visszailleszkedni a társadalomba. Ez egy olyan jogi kiskapu probléma, amire szintén megoldást kell kínálnunk. Fontos azt is leszögezni, hogy tisztességes hajléktalanok és közveszélyes hajléktalanok egyaránt léteznek, és ezt két különböző módon szükséges orvosolnunk, ezt a problémakört. A hajléktalan szállókat először is felül kell vizsgálni, ahogy a hajléktalanokat segítő intézményeket is, hiszen mostanában nem a hajléktalanokért, hanem a hajléktalanokból élnek ezek az intézmények. Ingyenes oktatási lehetőséget is biztosítanánk a hajléktalanok számára, hogy vissza tudjanak integrálódni a társadalomba, és a tisztességes béreket minden egyes embernek, így a dolgozni kívánó hajléktalanok számára is kínálnánk, megbecsülést kívánunk az ő részükre is. Vidéki intézményeket hoznánk létre Budapesten kívül is, tehát ahová a hajléktalanok önmaguk választhatják meg, hogy hová szeretnének menni, ahol fel tudjuk őket készíteni, mind oktatásban, mind pedig munkaügyileg, hogy a társadalom szerves részét tudják képezni ezután. A munka árán nyerhetik vissza méltóságukat. Viszont az alkoholista, drogfüggő, közveszélyes hajléktalanokkal a lehető legszigorúbb eljárást kell alkalmaznunk. Érdemes elgondolkodnunk egyébként az önfenntartó börtönökön is, ahol szintén munka árán kapnának élelmet, tehát az államnak nem kerülne az ő fenntartásuk semmibe. Az illegális hajléktalan telepeket és a kéregetést felszámoljuk, hiszen a hajléktalanok többsége a hajléktalan maffia részét képezi, és ezáltal zaklatják a tisztességes polgárokat, ezt meg kell akadályoznunk. A parkok pedig ezáltal az újból a családi séták és a sportolók területe lesz, nem pedig a hajléktalanoké. A hajléktalan kérdés sokrétegű problémakör tehát, röviden összefoglalva ez az elsődleges koncepciónk, megoldási javaslatunk, de még nagy munka áll előttünk.